Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Több mint két évtizede ünnepeljük Baranya megye napját, díjat kaptak, akik sokat tettek. Ajándék interaktív látványkoncert, 100 pécsi diák kap különleges idegenvezetést a zene világában. Motorzúgástól volt hangos a mecsek, hétvégén rendezték az 52. Aqua Profit mecsek rallit. Baranya megye napját több mint két évtizede 1996 óta megünneplik. Díjazzák azokat, akik kiemelkedően sokat tesznek a megye fejlődése érdekében. Így többek között díszpolgári címet vehetett át Bódis József, oktatásért felelős államtitkár, és az egyik legnépszerűbb magyar együttes, a Halott Pénz is elismerésben részesült. A Baranya megyei önkormányzat a határmenti horvát megyékkel való együttműködésre is törekedett az elmúlt években, így a megye napján a vendégek között volt a Horvát Köztársaság és Bosznia-Hercegovina két nagykövete, valamint a Baranya megyei települések polgármesterei és vállalkozói is. A sorok közt a fiatalok nagy kedvence is helyet foglalt. Pécs város és Baranya megyei jóvégű terjesztő szerepvállalásán elismerését a Halott Pénz zenekarnak. Gratulálunk a díjazottak! A Pécsről indult zenekar a Halott Pénz művészeti díjat vehetett át, amiért színvonalas könnyű zenei pályafutása révén széles körben szólaltatja meg a fiatalokat, és viszi Pécs városának, valamint Baranya megyének is jó hírét. A díjazottak között szerepelt többek között tanuló, tanár, orvos és az oktatásért felelős államtitkár is. Baranya megye díszpolgára kitüntető címet adományoz, a szülészet nőgyógyászat terén végzett nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos szakmai tevékenységgel, az egyetemi hírnév erősítése terén kifejtett munkára elismerésül dr. Bódis Józsefnek. Baranya vármegye 1694. október 10-én kapott címerpecsétet első Lipóttól. A Baranya megyei közgyűlés 1996-ban döntött úgy, hogy ennek évfordulóján megemlékezést tart. A megyenapot idén Pécset rendezték. 25 millió forintból korszerűsítették a művelődési házat Pécsvasason. Az intézmény átadón Hoppál Péter Pécs országgyűlési képviselője, a Parlament Kulturális Bizottságának alelnöke is részt vett, aki hangsúlyozta, a beruházás uniós támogatásból valósult meg. A cél az infrastruktúrális hátrányok leküzdése. Őri László Pécs alpolgármestere pedig bejelentette, nincs vége a környéken zajló fejlesztéseknek. 60 éve épült a vasasi Berze Nagy János művelődési ház, ami most teljesen megújult. 20-25 éve nem esett át jelentősebb felújításon, ennek a felújításnak köszönhetően teljesen megújult. Kicserélték a nyílászárókat, modernizálták a fűtésrendszert, illetve a pécsi önkormányzat hozzájárulásával a tetőt is felújították. Ilyen célra épített közösségi terek, kultúrházak, a közösségi művelődésnek a mai megmaradt objektumai, ezek a helyi közösség érdekében, őket szolgálva 21. századi infrastruktúrával legyenek felszerelve. Hoppá Péter országgyűlési képviselő reményét fejezte ki, hogy ebben a házban mindig égni fog a villany, azaz folyamatosan lesznek benne programok, élő közösségek dolgoznak benne, és ez az egész településre kisugárzik majd. Az a tervezés, amit a kormánnyal elindítottunk pár évvel ezelőtt, az a tervezés most odaér a felhasználókhoz, és itt Vasason a Berze Nagy János Kultúrház, Művelődési Ház ilyen teljes körű megújulást kaphatott. Öröm ránézni. Őri László Pécs alpolgármestere avató beszédében kiemelte, hogy a városvezetése külön figyelmet fordít Pécs peremkerületére eső városrészekre is. Ennek pedig eredménye is látszik, hiszen az elmúlt évtizedek legnagyobb 2,5 milliárdos óvoda és bölcsöde felújítási programjában elsőként adták át a megszépült vasasi óvodát, és ezzel még nincs vége a fejlesztéseknek, jelentette be Őri László. Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a keleti város részben élők, és elsősorban a helyi erős kisközösségeket jelentő Somogy, Vasas és Hirdi város részben élők élőkre. Várhatóan még idén elindulhat a Mázsaház, a Pázsit és a B utcai orvosi rendelők felújítása. A Vasasi Művelődési Ház uniós pályázati forrás felhasználásával 25 millió forintból valósult meg.
Különleges lehetőséget kaptak a pécsi diákok, 100 tehetséges tanuló interaktív látványkoncerten vesz részt, ahol Rákász Gergely orgonaművész ismerteti meg őket az orgonával és a zenetörténettel. Olyan zenei idegenvezetésnek lehetnek részesei a fiatalok, amelyben a zeneszerzők életébe is betekintést kapnak. A mostani látványkoncert a művész, a Baranya megyei önkormányzat és a Lővei Klára gimnázium Arany János tehetséggondozó programja összefogásával valósult meg. Rákász Gergely több mint 10 évvel ezelőtt tért vissza Magyarországra, Amerikában tanult orgonálni, ahonnan magával hozott egy itthon még újszerű gondolatot. Most a Baranya megyei önkormányzat kezdeményezésére a hallgatók is megismerhetik ezt a különleges zenei élményt. Így többször beszéltünk már arról, hogy lesznek közös programjaink, és amikor Szabolcsal találkoztam az Arany János programmal kapcsolatban, hogy itt a Baranya megyei nehézsorsú, de tehetséges gyermekeknek a felkarolása, mondhatom, hogy életpályán kialakításában vesznek ők részt, akkor éreztem, hogy nekem azt a két dolgot össze kell kötnem. Rákász Gergely a hangversenyein zenei idegenvezetést kínál a hallgatóságnak, és a zeneszerzők életébe is betekintést ad. A cél, hogy az is otthonosan mozogjon a klasszikus zene világában, aki eddig még nem tette. A látványkoncertek arról szólnak, hogy először elmondom, hogy mi történik, miért olyan a zene, ki volt a szerző. És erre segít rá a vetítés. Egy festőművészt kérek fel minden alkalommal, aki művészi grafikákkal épp csak annyit mutat, hogy a hallgató a homlokára csak és azt mondja, hogy értem, hát akkor közelebb van hozzám ez a műfaj, már nem olyan távoli. A nem mindennapi koncert október 25-én lesz a Pécsi Zsinagógában. Az év legmeghökkentőbb kiállítása nyílt Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. Fennállása óta most először 18 éven felüliek számára nyílt kiállítás a negyed M21 galériájában. A világhírű román szobrászművész Virgilius Moldován csaknem 30 alkotása méretében és tartalmában sem hétköznapi. A monumentális, több méter magas szobrok és a mesztelen emberi test valósághű ábrázolása próbára teszi a látogatók nyitottságát. A Plain Stories, azaz Leplezetlen Történetek című kiállításon főleg szilikonból és műgyantából készült aktszobrokat látni. A monumentális, csupasz testeken kívül a műtárgyak között találhatók valósághű, erős érzelmeket ábrázoló emberi arcok, vagy éppen egy egyszerű kart megörökítő alkotás. Az általános szépségideáltól merőben eltérő, groteszk szobrok realisztikussága sokszor zavarbejtő, akár sokkoló, de az biztos, hogy erőteljes érzelmeket vált ki a szemlélőből. A kiállítás december 2-ig tekinthető meg, de 18 éven aluliaknak nem ajánlott. És most sport. Hétvégén rendezték az 52. Aqua Profit Meccsek Rallyt. Az eseményen több mint 100 versenyző páros állt rajthoz. Az ORB mezőnyében a Hadik András és Deák Attila duó őrülhetett a legjobban. A Pécsi Ranga Péter az 5. helyen zárt. A Pécs plázánál sorakoznak a ralliautók, míg pénteken innen indult útjára a 2018-as Meccsek Rally. Elsőként a nemzetközi historik mezőny vágott neki a megmérettetésnek. Remek a hangulat, és megérünk felúcsúdni az autók okozta élményekből, és nagyon-nagyon jó. Az barátokkal érkeztünk, és mindenki az autók szerelmesei otthon, és rendszeresen autóépítés és túrások folynak, és ezért érkeztünk ide. A pénteki prológ után szombaton már a mecseki Serpentinek vártak az autósokra. Az új, vagy részben új gyorsasági szakaszok többeket megoldhatatlan feladat elé állított. Sok esés volt? Sok. Sok, olyanok a pályák máskülönben, hogy tempósak, de mindig is ilyen volt a Meccsek Rally, egy nagyon technikás és tempós pályájú verseny. Csak szombat délelőtt az ORB mezőny 59 fős rajtlistája a negyedik gyorsasági végére 49-re fogyatkozott. Turán Frigyes a péntek estét még magáénak tudhatta, ám szombat délelőtt nem teljesen úgy alakultak a dolgok, ahogyan eltervezte, hiszen egyedül a harmadik gyorson a Szágyi elágazónál tudott az élre kerülni a Ford Fiesta-val. Hadik Andrásék viszont jól mentek, a Fiesta R5-tel ők teljesítették a leggyorsabban a szakaszt. A nap nagy vesztese az EB pontvadászatban élen álló osztrák Wagner-Zauner duó volt, akik már a délelőtti gyorsaságikon sem találták a tempót, majd a Service Parkba füstölgő motorral érkeztek és feladták a versenyt, így a Wirtmann kerekes páros bizakodva várhatta a folytatást.
A program záró napján az ORB mezőnyében turánék mindent megtettek, hogy utolérjék hadikékat, ez azonban nem sikerült nekik, sőt, még tovább tudta növelni előnyét az éllovas. Volt négy nagyon rossz versenyünk az idén, ugye a meccsekre előtti év közepén, úgyhogy életbe tartottuk még a bajnoki reményeinket ezzel az eredménnyel. Nagyon nehéz versenyen vagyunk túl, én úgy gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas és nagyon változatos meccsekralli volt ez a meccsekralli, de sikerült megnyernünk, úgyhogy boldogok vagyunk. Ranga Péternek nem indult jól a futam, a pécsi pilótának sikerült a végére feljebb kapaszkodnia, ám ezzel együtt sem volt túl boldog. Nem vagyok igazából elégedett, abszolút ötödikek lettünk. Mérő álltunk föl, mert tegnap az első kör az abszolút nem jól sikerült. Kicsit mellé mentünk az autó setupjával kapcsolatban, és nem csak lassú volt, de kicsit veszélyes a benti erdőgazdasági utakon. Többször leestünk ilyen 160-180-nal az útról, hogy voltak meleg helyzetek, de aztán ezen javítottunk, és akkor már tudtunk jó időket menni, úgyhogy följöttünk az ötödik helyre. Ezzel a végeredménnyel semmi sem dőlt el az éves bajnoki értékelésben, matematikailag továbbra is négy páros van még versenyben a bajnoki címért. A meccsekralli idén is sok embert megmozgatott, a sportélmény mellett más miatt is nagyon fontos volt ez a hétvége. Gyakorlatilag nem lehet szálláshelyet találni több napja Pécset, mi a sportbíróinkat csak vidéken tudtuk elszállásolni. Azt gondolom, hogy nagyon sok bevételt jelent a szállás üzemeltetőknek, az étterem tulajdonosoknak és mindenkinek, aki a szolgáltatóiparban itt Pécset tevékenykedik, úgyhogy remélem, hogy ezzel egy picit a pécsi gazdaságot is tudtuk erősíteni. Az OB egy hónap múlva a Nyíregyháza rallival zárul. Hosszú évek óta egyeduralkodó a hazai mezőnyben a pécsi Multialarm esett tollaslabda csapata. A hétvégén megrendezett csapatbajnoki fordulóból kiderült, hogy nagy valószínűséggel idén sem állítja meg őket senki. Az első osztályban 18 mérkőzésükből az összeset megnyerték a pécsi tollaslabdázók. Nem érkezhettek túl nagy lelkesedéssel az ellenfelek a pécsi Multialarm esett tollaslabda csarnokba. A házigazdák az elmúlt években rendre nyerték az első, illetve másodosztályú országos csapatbajnokságot. Ebben a szezonban 6 csapatosra bővítették a versenyt. A pécsiek mellett 2 budapesti, 1 szegedi, 1 székesfehérvári és 1 debreceni klub szerepel az első osztályú kiírásban. A vasárnap megrendezett első fordulóban a házigazdák a Tisza tollasesével és a fővárosi vízművek SK-val meccseltek. Pécset egy nagyon szisztematikus és egy nagyon jól működő rendszer lett felállítva az utóbbi években. Nagyon sok olyan külföldi játékos jön sparring játékosnak, akik az edzések minőségét növelik, tehát a pécsi csapat önmagába is meg tudná nyerni simán a bajnokságot, de nyilván miután itt élnek, Maláziából, Ukrajnából, Mexikóból, ide jön a horvát válogatottnak, több tagja a szerbek, tehát edzéseknek valami olyan magasabb szintet tudnak adni, amely sehol máshol nincsen Magyarországon. Pitel Gergőtől, aki éppen sima 2-0-val hozta a meccsét, azt kérdezte, hogy vajon mennyire lehet elkényelmesedni ekkora fölénytől. Próbálunk mindig motiváltak maradni és új célokat kitűzni. Hát most idén 6 csapatos lett az első osztály, úgyhogy így egy kicsit izgalmasabb, többet tudunk játszani, jó lehetőség mindenkinek, hogy játszunk, és próbálunk mindent megnyerni. Ez most hétvégén is sikerült, hiszen az első osztályban lejátszott 18 mérkőzéséből, ami 6 fiú egyesből, 4 női egyesből, 4 férfi párosból, 2 női párosból és 2 vegyes párosból állt, az összeset megnyerte a pécsi Multialarm ese. Úgy ráadásul, hogy a hazai ranglista vezető Krausz Gergely pályára sem lépett. Számára nem jelent már kihívást a magyar mezőny, ő a német bajnokságban szerepel. Ezt nem mondanám, hogy kinőttem, hanem inkább azt mondanám, hogy a csapatunk nőtte ki a hazai csapatbajnokságot. És igen, szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy egy évről évre egyre könnyebben nyerjük ezt a csapatbajnokit, és remélem, hogy ez idén is így lesz. A pécsi tollaslabdázó célja természetesen a tokiói olimpia. Gergő jelenleg nincs a top 100-as listán, de ha sikerülne 30-40 helyezést javítania, akkor jó eséllyel kvalifikálhatna magát a 2020-as ötkarikás játékokra. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Több mint 2 évtizede ünnepeljük Baranya megye napját, díjat kaptak, akik sokat tettek. Ajándék interaktív látványkoncert, 100 pécsi diák kap különleges idegenvezetést a zene világában. Motorzúgástól volt hangos a meccsek, hétvégén rendezték az 52. Aqua Profit meccsek rallit. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. A sok napsütés után estére 13 fokig hűl le a levegő. Kedden már felhősebb idő vár ránk Pécset, de csapadék nem várható. A délkeleti szél élénk lehet a városban. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul.
Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!